Ho-ho-ho! Szervusztok, gyerekek! Én itten Zsédab vagyok, és égünk a vágytól, hogy ellopjuk a karácsonyotokat, szevaszt évetjünk. És hát természetesen nem felejthetjük el a karácsonyi bubekket sem. Itt van bubek! Ho-ho-ho! Jaj, de karácsony van! A szeretet bubek. Ünnepe! Mi van? Szeretnék veled készíteni egy interjút. Nem. Na, és most gyerekek, pedig Grinch szimulátorozni fogunk. Meglepő és mulatságos, de nézzétek meg ezt a vigyort. Így viszont. Na, menjünk Dave, menjünk. Zúzzuk neki. Ennek a játéknak kb. Ez lesz a harmadik, amit játszani fogunk vele amúgy. Tehát úgy készüljetek föl. Az a lényege, hogy mi vagyunk így a Grinchek, látjátok, kurva jól nézünk ki. És el kell lopnunk az ajándékokat. Nincs mese. El kell lopnunk. És kezdődik a játék, kezdődik a futam, megkezdődött minden, és van nálunk hógolyó, és az a lényeg, hogy minél hamarabb ellopjuk mások karácsonyát. Én most rögtön tök rosszul kezdtem, mert nem tudtam fölmászni. Te, Dave, hogy állsz? Én most itt rögtön eljöttem egy teljesen más irányból, mint a többiek. Úgyhogy itt valószínűleg lesz egy nagy ház, amivel még senki nem jött rá, hogy hogyan kell izébe menni. De majd én ott is a tetőn egy, ott van-e? Hú, de elcsíptem, hú, de nagy ajándék. Megvan, ott az ajándék, ott lurkoskodik. Én is elcsíptem. Na, várjál. Itt a kémény. Itt még nem jártak. Ez még full natur. Úristen, mennyi hál, úristen. Nem lehet bemenni, ez egy kémény. Három ajándék hogy... is, de forró aha, volt. Tető, ja, okay. A tető mit keresnek amúgy ajándék? Hát valaki kivitte oda, lehet észre vagy a gyerek. Adjátok ide! Igen, valószínű. Hát most Isten. Hát mert amikor a télapó jön és potyogtatta le az ajándékokat, vagy a Jesus-ka. Jesus-ka. Úristen, mennyi ajándék, hát Défa csak roskadozik ez a ház az ajándékoktól. Nagyon helyes. Roskadozott te. Itt is egy, add ezt ide. Mehetünk ki a bóni. Itt is van. Gondolj vele, szerencsétlenek amúgy. Dave. Ott, de nézd mennyi van ott, te úristen! Nagyon sok. Cafatok balóg. Alig bírja elviselni ez a ház már, hogy annyi ajándék van rajta, csak előtte még fölmászom a fenyőre. De hallod, ez egy villa, és egyedül vagyok bent. Most én is nagyon jól tolom, de így is csak utánam vagy a sorba, Dave, úgyhogy ennyit erről. Nem. Ott van még a fenyőfa. Hopp, ez még itt. Úristen, várjál, gyorsan bemegyek a házba, mert a házban több van. Mint amennyit elsőre mutat. Úristen, Dave! Úristen, hát olvadok, annyi ajándék van itt, te hallod? Na, itt jó is. Neked. Itt is van, meg itt igen, is. Valahol itt a tetőn kéne még körülnézni. Ó, de fel volt dugva. Amúgy van nálunk térkép, de minek, amikor minden itt van előttünk. Igen. Itt is el van. Mekkora ágy van itt, vágod? Ide az ágy polcára is fel van dugva minden. Úristen. Na és most vissza a fenyőfára. Melyik volt az? Inkább kint megyek föl a fenyőfára. Itt a festmény egy kicsit ott elcsúszott, mindegy, ne is törődjünk vele. Megyek itt föl a fenyőfára, mert a fenyőfán van a legszaftosabb ajándékok egyike. A csilliárdot érő ajándék. De itt volt. Tényleg van? Nem áll. De nincs ezik olyan? Dehogy is. Csak legenda. Mitoszok zengik be nevét. Hú, hol van még ajándék? Na még ebbe ittem belesek. Itt van még a sarokházba. Várjál, hol van még egy csomó? Itt laknak a marci. Úristen! Úristen, itt mennyi ajándék van még? Hú, erre most itt fölmászom. Hogy beszélsz? Hogy beszélsz? Mit tettem, Dave? Mit tettem? Na, hogy beszélsz? Na, hogy beszélsz? Hú, várjál, majd nehéz ám ajándékokért fölugrálni. A cinkos. A cinkos? Miért cinkos az ajándék? Ezen a fán nem volt ajándék? Hát kikérem magamnak ezt a hangnemet. Hát... Ott is volt egy. Jaj, ne, leestem teljesen, most mehetek újra fölfelé. Nem szeretek így fölcinkoskodni. Egyáltalán van itt még valami? Ó, van ám, de még hogy? Csak ne esek mindig a fáról! Nem már elmegy az első hely. Nem akarok utolsó lenni, Dave. Nem lesz utolsó, második. Miért? Első nem, akarok lenni. 30 szekund, hülye vagy? Hát az már nagyon kevés, Dave. Ez nem elég egy egész karácsony elrablására. Hopp, majd átugrom ide a házra, úgy. És akkor itt valahol be kéne szökkelnem a házikóba, ebbe a szaftos házikócskába. Valahol be kéne lurkoskodnom magamat. De itt látok benn még itt embereket. Mi? Mi? Ilyen gyorsan elment? Nem, még egy ajándékot légy szíves. Ott van fönt. 5, 4, 3, ez az, még megvolt az ott is van. Pont nem vettem még föl, de így is nyertem, így is. Nem állt, itt volt mellettem végig 4 darab. Mennyit gyűjtöttél össze?
Én, fú, hol írja? Gift, 33. Jobb. Én meg 23. Na, hát ennyi a különbség az első meg az utolsó között. Na, köszönöm szépen. Menjünk még, el akarom ropni a karácsony. Nem áll, ilyen fúj rózsaszín. Fúj rózsaszín, izé, cuccom lett, vágod? Hát ez mi? Isten, de lesz. Ú, várjál, ebbe a házba itt egyből be tudok menni. De nem, édes Isten. Várjál. Mi a legjobb helyet hagyom el. Nagyon, nagyon losszul esett. Losszul esett, Dave? Losszul esett? Mennyi esett lossul? Nagyon losszul. Fájt. Nagyon. Van még itt egy ajándék, ahonnan ez jött? Hát mi az? Hát mi csinálsz itt, cinkos ajándék? Mi a? Cinkos. Mi a? Mi a? Úgy mondta, nem? Mi a? Itt is van, ne bújjál el ajándék, ucika. Ó, várjál, oké, akkor itt kiugrom, és akkor még megnézem a háztetőket. Még... Hú, hát ebbe a házba itt még senki nem járt előttem. Csíti. Ezt nem tudok oda felugrani. Bakker. Mi van? A kéményen be lehet ugrani amúgy a házakba. Hopp. Ravasz, de nem ravasz a cinkosa. Na várjál. Hopp, itt van még ajándék, itt szokott lenni. Ajándék. Hol vagy? Itt kell lennie valahol. Itt van. Meg volt a cinkos. A másik oldalon kell bemenni. Hát miért is ne teljesen logikus? Teljesen logikus. Nem teljesen? Benni. Teljesen. Hopp, és már benne is vagyok a ravasz kis házacskába. Na, add már ide. Oké, hopp, várjál, megint első vagyok amúgy. Úristen, hát itt se jártak még? Második, akinek van tapasztalat. Itt, kirapolom, hát azért a múltam, tudod, itt előtörném valójában. Még mielőtt YouTube melletti volt. Akkor is élni kellett valamiből, nem volt a YouTube. Hú, de elbújt itt a sarokban ám a ravasz ajándék. Na várjál, most ki kell valahogy jutni ebből a házba, mert ez egy dolog, hogy bejutni be tudtam. Hú, de elbújt itt is ez. Egy dolog, hogy elbújt, vagy bejutni be tudtam, de kijutni, azt így kell. Itt a kis ravaszdi ajándékkocsika, a cinkos ajándék. Téged meg megdobállak itt tüzével, hógolyóval, úgy. Menj már innen! Mi van, ez te voltál? Nem én voltam szerintem. Hogy ne te lettél volna, nem most ugrottál be egy házba? De egy ablakon. Ja, az te voltál. Anyád, de talált a szentelen. Ott az ajándék a tetején. Az enyéd. A szentelen. Az egy tele van az a ház ajándékkal, még vágod? Érzem. Aj, nem igaz, nem tudok most ajándékot szerezni. Nem tudok hogy kell bemenni. Jó, a karácsonyfalra. Tehát ez szégyentelen. Hú, nem tudok bemenni a házba. Ja, itt kell, oké. Megvan. Jaj, de ez már ki van fosztva. Jaj, nem már. Ne. Hány ajándékod van eddig? Nekem 28 most. Most nem adta olyan jól. Kisfölgatját. Okay. Nagyon durva. Hoppá, durván. El voltam bújva ide a szekrénybe a kis ajándék, az anyja úristen. 27? Na. Na, nekem már 32. Ucsolj már el! Mások sikerélményeit el kell lontanod. Miért rontottam ezzel a sikerélményedet? Mert te leszel az első. Nem biztos, hogy még jöhetnek itt a gonosz grincsek, azt ellophatják ám a karácsonyodat, Dave. Ott van még fent. Nem akarod, hogy ellopják a karácsonyt? Mit kértél karácsonyra? Hát én kértem egy Barbie babát. Barbie babát, meg papapucot. 30 szekundumnyim van. Meg kis klumplint. Egy kis krumplit kértem. Egy kiló krumplit. Play Y-Station 4 plót. És FIFA 17-et. Várjál, már mindjárt vége az időnek, lejár. Ne, én még ezt fel akarom menni. Fel akarom menni. Valaki éppen most előzne be. Be! Oké, megint megnyertem, akkor nincsen bara. Jó van. 19 ajándéka volt a harmadiknak. Nagyon durván le volt maladva tőlem. Maladva. Neked hány lett a végén? Nekem 36. Hát Dave. A prőség. Na, most nem menjél be? Kinyitom. Mit rejt az ajándék? Dave, a Hypixel ajándéka nekem. Tőlük nekem. Mi az? Úristen, Epic New York Celebration Sweet Leggings. Hát az meg mi a jó pikola? Hoppá, Ré. Na, kezdődik a Grinch háború. Hol vagy, Dévetyű? Itt ugrálsz, nem látom. Tudom. Milyen piros vagy? Megindultunk. Nagyon piros vagy. Na. Ebbe a házba ne jöjjön senki, mert itt én lootolok. Most én vagyok az a ravaszdi grincs. Úristen, hát itt... Ne! Menj innen! Ne! Menj innen! Életbe! Szentelen! Te ez szentelen! Nem, ez szentelen volt! Hát bejött úgy, hogy közben itt lootoltam, hát minek jön be ide? Két rabló.
Mi? Tudod, az a abszolút pofátlanság, amikor éppen laboljátok ki a delekignek a karácsonyát, és akkor így tudod, éppen pakolod ki a karácsonyfállal a cuccokat, ezt valaki arra nyitják az ajtót. Ja, és akkor így rászólsz, hogy hé, figyeljél már! Hát bazdmeg, karácsony! Karácsony van, nem á! Hát kell az hazavinni, tudom én is, jaj de jó! És akkor lejön a tulaj, és akkor mit csináltok? Jaj, semmit volt a karácsony! Úristen, most első lesz? Dave, nagyon nem megy a karácsony gyújtés neked? Látom, nem megy. Nem, már van 16 ajándék. Amúgy én arra is gondoltam, hogy itt most nem is igazából a izéket lopjuk el, jó ajándékokat, hanem a rossz gyerekektől. Úgyhogy legyetek jók, ha tudtok. A többi nem számít. Az egy fontos. Na jó van. Legyetek jók most. Várjál, melyik? Ebbe a házba már lootolnak, igen erőteljesen. Ebbe még szerintem nem nagyon. De ebbe is lootolott valaki a zsivány cinkosát neki. A zsivány. A zsivány volt. Oké, felugrálok itt a fányőfára. Itt a teli ház. Oké. És akkor na már most... ezt is kilootoltak, mi? Puk. Mi ez? Visszalaggolok a fenyőfa tetejére. Ne az a baj, már vissza, hogy hogy nem a házban lévő ajándékokat mutatja a térkép, hanem amik így a házon vannak. Nem, mutatja azt a házban lévőket is, Dave. Ne izguljál ezen. Ne, tudom, te ezen ne. Úgy, ott egy ajándék még a házikón. Gyere ide. Ez is, hallod? Menj onnan! Tele vannak ezek a házak még ajándékokkal. Tudom, teljesen ezek tök vad barmul játszanak. Nem tudnak ezek rabolni. Mindenhol meg kell nézni, minden négyzetcentimétert. Minden négyzetcentimétert. Ez mondjuk eléggé ki van fosztva. Amúgy ez, amiben itt most bejöttem. Jaj, nem áll. Hoppá! Azért a kis cuccba ott nem nézte meg a ravaszdia. Hopp. Oké. És akkor most olyan házakba kell bemenni, amik amúgy meg le vannak zárva. És akkor nem tudják megtalálni. Úristen, várjál már! Hát ott milyen fogás van itt ebbe a házba, itt te ne? Hát úristen, hát ez én ezt nem szinte roskadozik. Hát roskadozik, kész tízé, hogy nem dől össze. Sok 30 gyerekkel. Úristen, hát remélem ez a gyárvaház, hogy ennyi ajándék. Ekkora csicska. Tudod, nem hova menjünk idélapja, ott egy gyerekkórház. Gyerekkórház. Igen. Isten, ott az ajándék még, ott betyárkodik ám az ajándék, rendesen. Mit csináltál? A cinkosát leki, hogy lelökött. Szentelen, fattya. Itt föl lehet ugrálni ennek a háznak itt az oldalán. Jaj, nem már! Fogytán az idő, észre sem veszed, de elfogyik. Mert az idő, hogy miért vagy ügyes, jó? Micsoda? A gyanús. Dave, tudod, a múltam. Visszaköszön. Jaj, tényleg. Amikor árva gyerekektől loptam ajándékokat. Hát nem találok ajándékot. Rámondjad már, mert végén komolyan veszik. Igen. Még. Itt. Gyerünk, ajándék! Gyorsan még egyet! És nem. De, zselettem. Jaj, hát itt még volt! Úristen, hát itt még itt hagytak egy csomó ajit. Hát nem áll, hát rosszul leszek. Oké, ez fasza volt. Dave, kiraboltam. Teljes mértékben. Én általam, én voltam az a jó fiú, aki kirabolta itten a cinkosságokat, a cinkosságokat. Már megy a játék amúgy, Dave. Na jó, várjál, itt jön a szaftos gyerek. Úristen, ez engem akar, meg be akar menni ide a fogásomhoz. Mi? Az anyádat. Ide ugyan be nem teszed a lábadat. Várjál, Dave, ne dudoljál, most izgulok. Na, most már megint izének kell lennem, én legyek a legjobb tolvaj. A tolvaj szerzetemet. Igaz? Ügye, hogy a tolvaj szerzetemet? Okay. Már van egy ajándék. A második vagyok egy ajándékkal. Ennyi házat kiraboltál, vagy mi? Hallod? Mi? Szinte csak hallod? Hány ajándék van nálad? 13. De ez az. Nálam 2 és úgy vagyok második. Úristen, abba a házba ott még nem ment senki. Azt ott ki kell rámolni a francba. Itt ezt a sarokházat itt. Hű, hát itt ezek, aztán szaptos fogás lesz. Ezek amúgy. Hát mert azt hiszik, hogy PvP, nem baj, Dave, nem baj. Én azt mondom, hogy nem baj. Legalább lesz egy kis sikerélmény. Azt kell. De remélem tudják, hogy az a lényeg a játéknak, hogy össze kell gyűjteni azért amúgy az ajándékokat.
Nyilván, vagyis hogyha angolokról van, szóval azt hittem, hogy leestem, és nem estem le. Dave, lehet nem tudnak hol. Szeleg. El volt dugva a sütő mellé az ajándék, érted? A gáztűzhely mellé, hát mit keres az? Új, de ablakon át. Na. Ugye beloptam, nagyon. Oké, okay, oké, okay, megvan. Most már 6 ajándékom van. De mit csináltok te, annyi, hogy nem tudsz ilyen izén rabolni, ahogy én csinálom? Akinek van benne tapasztalata, úgy érzi. Nem tudtam fölvenni itt az ajándékot, oké. Okay. De mi ebben a nehéz? Ajándék. Ha mi ebben a nehéz amúgy, testvér? Hát mi? Ez csak ilyen izé, ez anti-Santa. Azt hittem azt mondod Antigone. Már rúgtalak volna a fejébe, hallod? Ja, annyira szereted? Imád. Értem, fia, értem. Antigone-t. Antigone. Hú, ott is mellettem lévő házba, itt ebbe itt még nem is jártak te, hát úristen, Dave. Hány ajándékod van amúgy? 19. Csia! Csia! De és erre most miért volt szükség, te szerencsétlen gyerek, te? Bocsánat, nem én ki voltam. Volt? Nem te voltál. Nem, hát. Nem, de megtalál egy ilyen mafla gyerek, aki azt hiszi, hogy az a lényege a játéknak, hogy itt izélni kell. Menj már onnan. A másik. Slepény vépéz, érted? Hülye gyerek. Kíváncsi vagyok, hogy most ennek a harmadik csávónak hány ajándéka lehet. Igen, fú, ezek a körkérdések. De nem azt, most tudod, hogy hogyha engem leköröz a gyerek, akkor hamarosan te jössz. Hamarosan te jössz. Hamarosan te jössz. Hamarosan te következel, Dave. Vágod, itt hagyott egy gyerek egy ajándékot, hát ez mi? De menő. Nem végez jó munkát ez a kis srác ittene, a kópéja. A nyulad az a kópéja. Vagy csak jobb szívű nálad. Hopp! Na mi van? Na ki nyúlt el onnan? Na ki volt ez a ravasz? Na nézd meg, ilyen azt akar PvP-zni már most. Szentelen fejével. Na várj, ez így nem jó ki. Nem igaz erővel a lényeg. Igen. Sokat számít a zsugaság is. Hopp! Taktika, nem tudta se. Tudja, hogy kell lopni a hajléktalanoktól. Nem hajléktalanok, hát nézd meg, mekkora batárházakban laknak. Ezek valószínűleg mondom ilyen gyermek, jóléti szolgálatok, tudod? Gyermek, árva kisgyerekeket fogadnak be. Istenem, és te meg ezeket lootolod, te szerencsét. Te is lootolod, ne mondjad, mennyit is loptál el? 20-at, ez már nem kérdez. 37-et. Hát megint megnyertem. Jó van. Hárommal le volt maradva a gyerek. Jó. Megdobállak. Húú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 
15 évesen labló, azt így... Ellopozra kell, a karácsonyon ne legyen jó, tudod. Na mi van? Elraboltátok az ajándékokat? Igen, elbubek, valószínűleg, hogy árva gyerekektől raboltunk. Helyes! Szenvedjenek csak. Biztos Kitty is szenved. Nem, Kitty nem szenved. De legalább nincs itt, hogy szadizom. Hogyha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek még ilyen trismössös videócskákat látni, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok, föllessétek meg a leírást, ugyanis ott van 9 dávetjűnek a csatornája, tovább az is, ahol ilyen menő zsidós cuccokat lehet venni, és a Facebook oldalam is ott van, amin mindig vannak érdekességek, gyerekek, bizonyám. Én zsidó voltam, itt volt lenne 9 dávetjű, csöcsöcsá. Sziasztok!